Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Egy urnában 4 piros és 2 zöld golyó található, visszatevés nélkül véletlenszerűen húzunk 3 golyót, és meg kell adnunk a valószínűséget az elsőre pirosat, másodikra zöldet, harmadikra megint csak pirosat húztunk, illetve annak a valószínűséget, hogy pontosan 1 zöldet húztunk. Akkor nézzük, hogy ezen kérdések alapján tulajdonképpen mik is lesznek az eseményeket fölírunk. Hát ugye A1-jel jelöljük azt, hogy elsőre, és hát pirosat húztunk például. Tehát elsőre pirosat húzunk, és akkor értelemszerűen az, hogy másodikra pirosat húzunk, és harmadikra pirosat húzunk. Tehát ezek az eseményeink, amiket így megkülönböztetünk, és ezek segítségével ugye ezt, hogy elsőre piros van, és másodikra zöld, és harmadikra piros, megadhatjuk úgy, hogy tehát elsőre piros van, és másodikra zöld, azaz nem piros, tehát akkor A2 komplementer, és harmadikra piros, A3 segítségével. Jó, na most, hogyha ezt a Venn diagramon ábrázoljuk, hogy mi is az a tartomány, hogy megfeleltethető, akkor, hogyha itt van az A1, A2, A3 eseményünk, akkor A1-ben benne vagyunk, A2-ben nem vagyunk benne, A3-ban benne vagyunk, tehát A1, A3-ban benne vagyunk, az nyilvánvalóan ez a metszet, de A2-ben nem, tehát abból ugye nem lehetünk itt, tehát itt. Na most ilyen feladatokat már csináltunk, hogy ugye a vendégem segítsége, meg van az a tartomány, próbáljuk meg kifejezni, ugye metszetuniók segítségével. Emlékezzünk, azért nem volt annyira nagyon egyszerű a feladat. Ugyanakkor itt, ebben az esetben nézőmáként, metszeteket kell. Halmazoknak a metszetének a valószínűségét kell megadni. No, hogyha függetlenség van, akkor már rögtön adódna a szorzatoknak a valószínűsége. Tehát akkor kezdjük meg, függetlenséget állíthatom. Mi is történik, hogyha elsőre kihúzok egy golyót, ugye 4 piros van, 2 zöld van, tehát akkor az eredeti arány az 4:2. Ha kihúzom valamelyiket, akkor ez föl fog borulni. Igaz? Nyilvánvalóan megváltozik a valamelyiknek a száma, akkor az egyikhez képest több lesz, stb. Tehát az, hogy a másodikra milyen golyót fogok húzni, igencsak befolyásolta az, hogy elsőre milyet húztam, azaz nyilvánvalóan természetesen nem állíthatjuk azt, hogy függetlenség. Tehát nem független. Az olyan szempontból baj, hogy hát most csak simán nem lehet a szorzatot kiszámolni. Ugyanakkor a láncszabály ezért univerzális, mert nem kell hozzá függetlenség. Igazából ennek a halmaznak a valószínűsége pozitív, igen, akkor használhatom a láncszabályt. Ennyi, láncszabály, ez elég természetes, hogy ez egy pozitív valószínűség, tehát ez tovább folytatható úgy, hogy az A1 eseménynek a valószínűsége szorozva az A2 komplementer föltéve, az A1 szorozva az A3 feltéve az A1 metszet A2 komplementált. Jó? No most, akkor persze számoljuk ki ezeket a valószínűségeket. PA1, elsőre pirosat. Hát itt van az urnánk, így van, és ebben van piros, 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 és ugye 2 zöld. Tehát van összesen 6 golyónk, pirosat kell húzni, abból van 4, tehát ez értelemszerűen ez a valószínűség. Ez itt nyilvánvalóan 4-6-ot. Jó? Szorozva, mit is jelent az, hogy feltéve A1-et? Tehát az, hogy elsőre pirosat húztak. Hát visszatevés nélkül az azt jelenti, hogy ez nincsen benne az urnában. Tehát 5 golyó, abból kell egyet kihúzni, és ugye A2, melyiket is kell? A zöldet. Hát zöldből 2 van. Tehát ez 2/5 annak a valószínűsége. Nézzük itt ezt a feltételes valószínűséget. A1. Pirosat húztam, másodikra zöldet húztam, tehát ugye ez volt, hogy akkor most már ez is, azaz leszűkítettem, ugye az összes lehetséges kimenetet, tehát most akkor ez van, hogy 4 golyó maradt, abból 3 piros, miért kell húznom? Pirosat, A3. Tehát akkor az 3/4 valószínűséggel következhet be.
itt tudunk is egyszerűsíteni, tehát ez itt 6, ez itt 4, tehát ez azt jelenti, hogy ennek 1/5 a valószínűsége, tehát a láncszabály segítsége. Pontosan egy zöld, hát hogyan lehet pontosan egy zöld? Elsőre zöld van, másodikra, harmadikra piros. Hát akkor azt írjuk már föl így, mint az előbb, hogy ki tudjuk fejezni az rá egy A2-3-mal. Tehát azt mondta, hogy az elsőre zöld, tehát akkor az elsőre nem piros, komplementer, metszet, A2, metszet, A3, meg másodikra van zöld, tehát az elsőre piros, harmadikra piros, hát ez pont ez az esemény, tehát alapvetően ennek ezt a valószínűséget már tudom is, A1, metszet, A2, komplementer, metszet, A3, és természetesen az, hogy az első kettő piros volt, és ott az utolsó, a harmadik az a zöld, tehát ez itt az A1, metszet, A2, metszet, A3, komplementer, ugye? Ezeket kell kiszámolnom, ebből ez persze már megvan, ugye ez itt az 1/5, és akkor ha szeretném kiszámolni, hát nem is tudom, minek írtam ide, számoljuk ki, ugye, ezt az első P, A1, metszet, A2, metszet, A3. Hát mi is lenne ez, hogyha már a Venn-diagramon ábrázolni szeretnénk, A1-ben nincs benne, A2-ben és A3-ban benne van, A2-ben, A3-ban benne van, és, tehát ugye, akkor azt jelenti, hogy a metszet közös részben van, de A1-ben nincs, tehát akkor itt ez a kis fülecske lenne itt, jó? És hát szerintem nagyon sokan érzik, hogy majd itt az utolsó az meg ez lesz, de majd, hogyha odaérünk, akkor fogom felrajzolni. Most csak nézzük, hogy itt a lánc szabály alapján, akkor ugye ez P, A, 1, a komplementerének a valószínűsége szorozva A2 feltéve A1 komplementer, itt ez van megszorozva P, A, 3 feltéve, ugye az első 2, metszete A1 komplementer A2. Jó, és akkor nézzük ezeket a valószínűségeket, tehát hogyha visszajövök ide az urnánkhoz, ugye erről van szó, és akkor A1 komplementer, tehát elsőre nem pirosat, elsőre zöldet fogunk húzni, ugye itt az azt jelenti, hogy a 6 elem van, és zöldet, tehát akkor abból 2/6 annak az esélye. Jó, akkor most kihúztuk a zöldet, ugye, feltéve, hogy az első zöldet húztuk, tehát ez azt jelenti, hogy értelemszerűen 5 golyó van, abból 4 a piros, miért kell húznunk pirosat, tehát akkor az 4/5 szorozva. Feltel is az, hogy elsőre zöld, másodikra piros, elsőre zöld, másodikra piros, és miért kell húznunk pirosat, tehát ebből a 4-ből kell pirosat húzni. Azaz 3 piros van a 4 között. Tehát ez 3/4 ennek a valószínűsége, megint csak jól láthatóan lehet egyszerűsíteni, 1/5 kapjunk ebben az esetben, és akkor, ahogy beszéltük, ez is 1/5 lesz, akkor már csak az utolsót, az A1 metszet, A2 metszet, A3 komplementer, itt is megint csak ugye a láncszabály alapján tudunk dolgozni, azaz A1 szorozva P, A2 feltéve A1 szorozva P, azt mondja, hogy A3 komplementer feltéve A1 metszet A2, valószínűséget kell kiszámolnunk, tehát ugye, itt van az urnánk, elsőre pirosat kell húznunk, 6 golyó, 4, abból 4 piros, tehát ez 4/6, az a valószínűség. A feltétel az, hogy elsőre pirosat húztunk, tehát akkor az azt jelenti, hogy 5 golyóból 3, és melyiket kell húznunk, ugye pirosat, 3 a piros, tehát akkor ugye 5-ből golyóból 3 piros volt. És az utolsó, az elsőre, másodikra pirosat húztunk, vagy ne, tehát akkor az órában maradt ugye 4 golyó, abból 2 zöld. 2/4. Így, né, és akkor 1/5. Tehát ez azt jelenti, hogy ez itt 1/5 meg 1/5. Hát ugye 1/5
meg egyötöt, meg egyötöt, tehát ez itt 3-5-öt lesz ez a valószínűség. Az árészsel készen vagyunk, de feladat végén van egy olyan kérdés, hogy miben változik a megoldás menete, akkor, ha a golyókat visszatevéssel hozzuk, tehát ezt itt áthúzom. Most nézzük. Visszatevéssel. Tehát visszatesszük a golyókat, akkor mi történik? No, tehát ugye itt van az urna, kihúzom valamelyik golyót, akár pirosat is, és utána visszateszem. Tehát, hogy a másodikra milyen esélye húzok pirosat vagy zöldet, hát teljesen mindegy, hogy mi volt az első, hiszen ugyanaz az esetem van, van 6 golyom, van 4 piros, 1 zöld. És persze a harmadikra is megint visszatettem, harmadik húzásnál is az van, hogy itt van 6 golyom, abból 4 piros, abból pedig 2 zöld. Tehát ebben az esetben, hogyha visszatevéssel dolgozunk, akkor elég természetes az, hogy függetlenség van. Ops, nem, mert ugye ez a zöld, megkülönböztessük ugye ezt az esetet, hogyha visszatevéssel dolgoznánk, akkor természetesen ezek az események függetlenek. Azaz azt jelenti, hogy ez a valószínűség ténylegesen kiszámolhatóan szorzat. A valószínűségek szorzataként P1, A2 szorzat P. Hárommal. Na most, hogyha itt vagyunk a függetlenség, na mindegy, szóval itt nézzük már meg akkor. Ebben az esetben, hogyha függetlenség van, mi az A1-nek a valószínűség? Elsőre pirosat húzok. Hát, nyilván, ugye. Azt tulajdonképpen az, hogy egyszer csak pirosat húzok. Mert mindegy, hogy első, vagy második, vagy harmadikra, hiszen mindig ugyanaz az a mintám van, amiből ki kell választani. Tehát nem csak az, hogy a PA1, hanem a PA3, még a PA2 is ugyanúgy 4/6 vagy 2/3, hát most inkább így is írom fel, hogy PA1 egyenlő PA2 egyenlő PA3, vele félkálva 4/6, azaz 2/3. Jó? Tehát akkor ez itt 2/3, ups, ez is 2/3. Vajon komplementernek mennyi lesz a valószínűség? Hát nyilvánvalóan az a halmaz meg a komplementre kiadja az egész halmaz, tehát akkor természetesen ez a komplement 1 mínusz a PA2, tehát akkor az 1/3 lesz. Jó? Tehát oké, PA2 komplementer legyen 1 mínusz PA2, és akkor 2/3 szorozva, 1/3 szorozva, 2/3. Jó, tehát ez itt 4/27. Tehát amennyiben visszatevéssel dolgozunk, akkor ennek a valószínűség első piros, második zöld, harmadik piros, annak 4/27 lesz. Visszatevés nélkül pedig ugye láttuk, ez volt az 1/5. Tehát igen, igen, csak úgy változik. Nyilvánvalóan az, hogy független, nem független, persze, hogy vártuk is, hogy más eredményt kaptunk. No, és akkor pontosan egy zöldünk van. Pontosan egy zöldünk van, akkor itt megint csak a 3 metszet is van, de hát ez akkor természetesen a szorzatok alapján fogjuk kiszámolni. A2 szorozva PA3-mal, meg PA1 szorozva PA2, szorozva PA3, meg PA1, PA2. Az a PA3-mal. Most vegyük észre, hogy itt ezekben a szorzatokban tulajdonképpen van az alap, halmaz A1, A2 és A2, A3, itt szerepel a komplementer, itt nem komplementer, nem komplementer. Tehát itt is egy komplementer, két alaphalmaz. Itt is. Ups, meg jó, hogy mondtam, mert itt meg nem. Tehát nyilván PA1, PA2, PA2, PA3, azok mind ugyanazok a kétharmad, akkor a komplementerek mindig 1 mínusz kétharmad, 1/3 lesz. Tehát teljesen mint, hogy az A1-nek veszem a komplementet, az A2-nek veszem a komplementet, tulajdonképpen hogy ezek a számok fognak megjelenni, mint itt. Tehát akkor ugye ez 1/3, ez 2/3, 2/3, 2/3, komplementer, 1/3, 2/3. Tehát igazából most nagyon figyelek oda, és A1, A2, ez nem csak az, hogy komplementer vagy nem komplementer, az alapján jön be a számokat.
kétharmad, megint csak ez kétharmad, egyharmad. Hát jól láthatom, hogy azok a szorzó tényezők vannak, tehát akkor ez nyilvánvalóan ugyanúgy minden egyes ilyen szorzat 4-27-ed lesz. Ezeket persze össze kell adni háromszor, tehát ennek a valószínűsége ebben esetben 3-szor 4-27-ed, 3-mal egyszerűsítve, nyilván az 4-9-ed lesz. Ami megint csak persze különbözik a 3-5-ed.